Szépen fejlődik Kiskunhalason a Gábor Áron utca és környéke. Tiszta, rendezett környezet fogadja az erre járókat. Mostantól a parkban egy játszótér is található. Dr. Skribanek Zoltán önkormányzati képviselő úgy gondolja, az összefogás jó példája ez. A körzet lakói közül 80-an írták alá azt a kérelmet, amelyben egy új játszótér kialakítását kérik a városnak ebben a részében, és nagy örömömre szolgál, hogy ezek a munkálatok a tavalyi év végén elkezdődtek, és mostanra sikerült odáig eljutni, minden elemet helyére tenni, hogy elkészült ez az új játszótér ezen a közösségi területen, amelyet az itt lakók el is kereszteltek a Gesztenyeligetnek. Ebben a városrészben az elmúlt években sok kisgyermekes család költözött, ezért fogalmazódott meg ez az igény, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz az itt élőknek ez az új közösségi terület. A munkálatokat a Halasi Város Gazda Zrt. Munkatársai végezték. A terület rendezést követően már a megfelelő biztonságos játszóeszközök is a helyükre kerülhettek. Tulajdonképpen szinte mindent mi csináltunk, tehát itt egy zöld plac volt. Egyrészt ugye elég sok munka volt a tereprendezés, tehát ugye mindig azok a részek már nem látszanak ilyenkor, amik voltak. Tehát itt mondjuk például a földnek az elegyengetése, az, hogy ne legyen ez egy ilyen lejtős terep. Tehát a terep munka maga is én szerintem egy elég komoly nagyságrend volt. Most pontos összeget nem tudok mondani, de olyan majdnem a 10 millió környékén volt egyébként ez az egész. Itt azt tudni kell, hogy itt ez a játszótér, ez úgy van elképzelve, hogy amikor majd elindul az élhető város projekt, ugye, amelyik talán jövő évben, ezt most így pontosan nem tudom, akkor egy pár játszótér áthelyezésre fog kerülni, meg a főtéren új játszótér is lesz. Akkor ott felszabadulnak elemek, akkor ezeken az üres helyeken még lesz itt egy-két plusz játék. Azon kívül pedig volt egy olyan elképzelésünk, hogy itt elég sok gumielemből kirakott játék lenne, amit sajnos egyszerűen nem lehet leengedélyezni. Dr. Skribanek Zoltán bízik benne, hogy a körzet tovább fejlődik majd. Erre jó esélyt lát. Ez egy nagyon üde színfolt volt az én képviselői életemben, hiszen, ahogy említettem, 80-an írták alá, ami úgy gondolom egy nagyon nagy szám, tehát ennyien fogtak össze egy ügy érdekében. Ez meglehetősen ritka, de úgy gondolom, hogy egy követendő és egy pozitív példa. A kivitelezés során gondoltak a közbiztonságra is. Több kamera is figyeli a Gesztenyeligetet. Elég sokáig vártunk arra, mert ugye itt konkrétan a téren nincsen villany, és akkor szerencsére az egyik lakó nagyon rendes volt, és megengedte azt, hogy kamerát kitegyünk, mert elég szép ez a környék, szeretnénk, hogyha ez így maradna. Már itt egy-két szülő bizonyos emberekkel közölte, hogy mi itt a házi rend, annak ellenére, hogy ki van rakva a tábla. Én biztatnám őket, hogy ha látnak itt olyan elemeket, akik itt nem úgy használják a játszóteret, és itt tovább jelezzék felénk, szóljanak, hogyha látnak olyanokat, időpont, stb., mert ezek a kamerák mindent mutatnak, és így akkor abba bízok, hogy ez a játszótér egyrészt így marad, és akkor pont azoké lesz, aki kikészítettük a kisgyerekeké, úgyhogy bízok benne, hogy ez így fog maradni.